készen állunk arra, hogy nem emlékszünk arra, hogy lenáciztak bennünket az osztrákok, ami azért egy osztrák politikustól mégiscsak abszurd. Elfelejtjük, hogy azt mondták, hogy a magyar hatóságok eljárása a sötét 30-as évek végi, 40-es évekbeli állapotokra emlékeztet. Hajlandóak vagyunk elfelejteni, hogy azt mondták, hogy a magyar hatóságok megsértik a hatályos emberjogi megállapodásokat, ami szemenszedett hazugság. Ezeket mind hajlandóak vagyunk elfelejteni. Tegyünk úgy, mintha ez mind nem történt volna meg. És helyette összpontosítsunk magára a problémára, és próbáljuk valójában segíteni egymást. Különösen azután... ...építés, tegnap már Lázár János miniszter úr arról számolt, hogy elkerülhetetlen a... És mit fog csinálni Ausztria, amikor szembesül ennek a valóságos súlyával, naponta, az év végig még 250 ezerrel? Sajnos mi nem tudjuk kizárni, hogy akkor a határok lezárásával, a magyar-osztrák határok lezárásával fog válaszolni. És ennek mi nem örülnénk, de a minimum, hogy megértenénk egy ilyen döntést. Elleneznénk, mindent megtennénk ellene, de lássuk be, egy észszerű döntés volna. Tehát az a magyar érdek és osztrák érdek. Mennyibe kerülnek egyáltalán ezek az új kerítések? Hiszen Ausztria ilyesmihez nem járult hozzá. Koridort nem lehet úgy szervezni, hogy a végén lévő ország azt nem fogadja el, márpedig Ausztria nem akar ilyet. Igaz, hogy a kerítés se akarja Magyarország határán, tehát semmit se akar, ami nyilván nem egy fönntartható álláspont, valamit előbb-utóbb akarni kell, de koridorrendszer nincsen. A helyzet úgy fest... Köszönöm.